Nagyon szeretünk idejönni, mert a közönség rendkívül aktív, és jól érezzük magunkat, nagyon közvetlen a csapat. Mind Viskán, de hogyha Berek-Dédán voltunk, vagy bárhol itt a környéken, akkor mindig kedves fogadtatásra találkoztunk, és ez nagyon jó eső. Úgyhogy a dobosunknak, Prasó Attilának ugye kötődése is van Kárpátaljára vonatkozóan, úgyhogy gyakorlatilag már otthon kezdjük magunkat érezni itt. Úgyhogy ma is lemegyünk Viskre, ott alszunk, és utána jön irány Pécs. Hát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy itt játszunk Kárpátalján, Beregszászon, egy nagyon jó élmény, és az, hogy egy Omega előtt játszhat egy zenekar, az önmagában bármelyik zenekarnak egy kiemelkedő élmény, maga a tudat önmagában egy meghatározó gondolat. Azt gondolom, hogy mindenkinek ilyenkor föl kell kötni egy kicsit a gatyát, és a legjobbat próbálja nyújtani, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel készültünk mi is erre az eseményre.